Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Ez itt a Hétember, és a Hétember nem más, mint Péter Noel, álomgyáros. Mondhatom ezt? Hát azt hiszem, hogy igen, mert hogy azt gondolom, hogy az ambíciók álmokkal kezdődnek, és ambíciók nélkül ugye nincsenek célok, amiért küzdünk, úgyhogy igen. Meg azért is gondoltam, hogy álomgyáros, mert ez a filmvilága, ez az egyszerű földi halandók részére, mint amilyen én is vagyok, ez mindig az álom helyzete. Ezzel a felelősséggel hogy lehet megbirkózni? Hát én mert amit te itt a tévében, vagy a képernyőn, vagy a mozivásznon látok, azzal igazából befolyásolod az én életemet. Ez egy felelősség. Hát igen, de én ezt megfordítanám. Én azt gondolom, hogy a regényírók, a művészek, festők és a filmkészítők az emberekért vannak. Tehát a történeteinket én mindig azt mondom, hogy nem az asztalfióknak írjuk, hanem az embereknek. És szerintem akkor működik jól, legyen az egy regény, vagy egy film, vagy egy jó forgatókönyv, hogyha az szerethető. Tehát én mindenképpen azt mondanám, hogy nem lehet úgy gondolkozni, hogy bárki is felette áll az embereknek, hanem pont fordítva van, hogy értük vannak, és azért írok, és abban bízva, hogy jól írok, hogy szeretik majd ezt a történetet. De hát ez egyben azért mégiscsak felelősség. Hát... Tehát én értem, hogy én vagyok a felelős, mert jegyet vettem rá, de azért mégiscsak egy felelősség, hogy egyébként mi az, amit én látok, vagy utána gondolok, vagy... Tehát, hogy arra próbáltam rájönni, hogy ugye az a nagy örömért azzal, hogy elfogadtad a meghívást, hogy olyan személlyel tudok beszélgetni, aki egyébként az én lehetőségeimet bővíti, vagy minden néző lehetőségét bővíti, azáltal olyan produktumot látok a filmvásznon, vagy éppen a televízió, vagy éppen az internetre kerül, amit, hogyha tovább gondolok, akkor akár az én életemben is meghatározó tud lenni. Tudok ilyen filmeket mondani, amik az én életemben meghatározóak, de szerintem mindenki tud ilyet mondani, tud ilyen könyvet mondani, ahogy te mondtad, tud ilyen festményt, de hát ezért ezek meghatározó. Én azt gondolom, hogy nyilván a legtöbb művész és filmes soha nem direkt akar mondjuk rossz filmet csinálni, tehát hogyha egy olyan film kerül ki, amit mondjuk az emberek nem szeretnek, vagy nem sikerül jól, vagy nem megy úgy át az üzenet, hogy az sikeres legyen a mozikban, vagy bárhol, tehát ezt nem direkt csinálják. És azt gondolom, hogy csak egy érzés lehet valós bennünk, hogy megpróbálunk jó dolgokat írni, és most azért mondom így, mert a film is azzal kezdődik, hogy a forgatókönyvíró megírja, és akkor utána, hogyha egy producer fölfigyel rá, vagy kint egy stúdió, akkor film lehet belőle. De értem, amit mondasz, tehát nyilván felelősségünk van abban, hogy ezt jól tesszük-e, de ehhez nem csak, hogy jól tesszük-e, hát mi az, amit el szeretnél érni azáltal, hogy én ott ülök, hát, és, igen, és nézem, hogy tehát belegondolsz abba, hogy egyébként amit alkotsz, és ugye említette itt a forgatókönyvet, majd beszéltünk úgymond a hivatalos programról is, amihez őszintén gratulálok, hogy sikerült olyan forgatókönyvet alkotni, nem is egyet, ami nemzetközi figyelemre, sőt, mi több díjesőt is hozott, amiből aztán lehet, hogy lesz film is. Ezt majd beolvasztjuk ugye a nézőket, hogy ez úgy működik, hogy sok-sok forgatókönyvből kiválasztják a legjobbakat, aztán ahhoz kell egy nagy szerencse, hogy emellé párosodjon sok szerencse, vagy még több szerencse, ugye még egy párosodjon olyan producer, aki ebbe pénzt vesz, és olyan alkotók, akik ezt megalkotják, utána majd legyen olyan forgalmazó, aki ezt sikerre viszi, mert ez magának egy hosszú út, de minden ott kezdődik a fehér lappal, hogy ezt elkezdjük teleírni, és hogyha ez jó, ez működik. No, pláne a te forgatókönyvéd, ugye angol nyelven. Hát máshogy nem lehet nemzetközi versenyt. Igen, máshogy nem lehet, de hogy a nézők kedvéért mondom, hogy itt ezért még van egy olyan feladat is, hogy úgy írja az ember forgatókönyvet, hogy nem az anyanyelve, tehát nem a... Én visszatérnék még az előbbire. Ez csak egy kitérő volt, hogy... Amit mondtál, hogy én azt gondolom, hogy azért az elvitathatatlan, hogy az emberek születnek vágyakkal, illetve tehetséggel, de a tehetség az nem feltétlen elég. Tehát rengeteg alázat kell ahhoz, hogy az ember jobbá váljon. Nagyon több ezer munkaóra van abban, hogy esetleg egyre jobb íróvá válj. Valaki lehet, hogy most forgatókönyvekről beszélek, valaki lehet, hogy rögtön érzi azt, hogy miként működik jól a dramaturgia, és valaki
lehet, hogy nagyon-nagyon jó íróvá válik, akár egy Oscar-díjat is nyer, és lehet, hogy 20 év múlva, mert szép lassan szedi ezt fel. Tehát én azt gondolom, hogy nyilván igen, óriási a felelősség, de sajnos ilyen a világ, tehát hogyha megnézzük, vagy megnézem... Nem azt mondtam, hogy baj. Nem csak baj. Én csak ilyen, azt kérdezem, hogy belegondolsz-e, hogy... Vannak rossz és jó filmek, igen, csak ezt akartam mondani, hogy ez elkerülhetetlen, mint itthon is, és ugyanígy külföldön, és nyilván ez Amerikára és minden országra igaz, hogy mindig fognak születni jó és rossz filmek, tehát ez elkerülhetetlen. Nem csak amiatt, mert hogy különböző tehetségű emberek készítik, hanem amiatt is, hogy néha egy jó forgatókönyv el tud menni rossz irányba, akár egy rossz castinggal, vagy egy nem megfelelő rendezővel, tehát hogy ilyen is történhet. Ahogy mondtad is, az előbb ennek több szegmense van, mire a forgatókönyvből ugye egy film elkészül, és az emberek szem elé kerülhet. Ugye említettem az előbb, hogy készítettél forgatókönyvet, amelyek közül ugye jelesül kettő, de hát egy aztán igazán áttörve. Minden lehetőséget, első helyet ért el, és ugye ez már a nagy stúdiók. Most már kettő script. Most már kettő. Kettő. Igen, már a Blackmo Afrikába, Beninbe, és a Szekrény a második világháborús történetem pedig a Pinewood stúdióknak a forgatókönyvíró versenyét nyerte meg. Ő egy nagyon nagy stúdió, hát a Star Wars-t, az új James Bondot forgatták ott, úgyhogy ez egy nagyon komoly hely. És azért is, egyébként az én történetem szerintem azért is fontos, mert hogy tényleg hihetetlen, de én rögtön kaptam egy levelet egy amerikai producertől. Én először azt hittem, hogy a hölgy csak egy filmrajongó, és el akarja olvasni a szkriptet. Sietve olvastam a telefonról, és amikor hazaértem, megnéztem a levelet, és elkezdtem utána járni, hogy ő ki, és akkor kiderült, hogy a Diane Keaton Michael Douglas-szal forgatott, Mark Wahlberg-el, és ez azóta már tovább is ment, tehát nyilván ilyenkor az ember neveket nem mondhat, de már tovább küldte a szkriptet egy olyan nagyobb producernek, ha lehet így mondani, aki Matt Damonnal dolgozott, Liam Neesonnal, Denzel Washingtonnal. Tehát nagyon érdekes az, hogy ha lehet így mondani, hogy nagyon-nagyon sok ideig harcolsz valamiért, én lassan 10 éve, és egy kicsit ijesztő is, hogy aztán ilyen hirtelen történnek a dolgok, és azért mondom, hogy ijesztő, mert ezek a producerek gyakorlatilag ilyen könnyen teszik félre, mert ugye százával kapják a szkripteket, és nem lehet tudni, hogy ő most végigolvassa, tetszik-e neki, tehát hogy egy lövésem van gyakorlatilag ezeken a helyeken. Ha megnyersz ilyen, lehet ezt versenynek nevezni, vagy inkább ez pályázatot? Ez forgatókönyvíró verseny volt. Ez hivatalos verseny, van, tehát ez konkrétan mindenki tudta, hogy versenyez. Ilyenkor az ember mit érez? Ez nagyon jó kérdés, köszönöm. A legtöbben rögtön gratulálnak, hát nyilván családbarátok, szerettek is, ez tök szuper, de nem azt érzed. Nem azt érzed, hogy most sínre kerültél, és akkor minden rendben van, mert amit az előbb beszéltünk, hogy ez sokkal több lépcsős dolog, mint az, hogy megnyertél egy versenyt, és akkor te vagy a fasz a gyerek, és akkor minden megy tovább. Nem, ez sajnos ez nem így működik. Nagyon szelíden, visszafogottan kell ezt kezelni, és sokszor gondolok arra, mint Anthony Hopkins nyilatkozott egyszer, hogy fiatalon mindig arra vágyott, hogy a fa tetejére érjen, hogy mindent elérjen ebbe a szakmába. És azt mondta, hogy ő nagyon erősen figyelmeztetné a kezdőket, hogy amikor fölérsz és körülnézel, rájössz, hogy nincs ott semmi. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az embert csak az nem teheti boldoggá, hogy feltétlen befutott, vagy híres író, vagy rendező, hanem szerintem a boldogságunkat nyilván tényleg az emberi kapcsolatok, a család és a szeretet adja meg. Tehát, hogy ezt nem szabad elfelejteni. Úgyhogy azért nehéz ez, mert arról kell álmodnod, hogy az én esetemben legalábbis ez volt, hogy a legnagyobb producerek és rendezőkhöz eljut a szkriptem, és nemzetközi színészekkel lesz leforgatva, tehát erről álmodsz, ugyanakkor a földön maradva pontosan tudod, hogy több ezren vannak. Hát van olyan verseny, ahol 12 000 szkript érkezik évente. Na most oda a top 50-be bekerülni, hát ez piszok nehéz egy magyar gyereknek, de ezt nem szabad elfelejteni, tehát hogy a földön vagy, és közben álmodsz, és e kettő között mozogsz úgy, hogy ha nem hiszed el magadról, hogy sikerülhet, akkor nem nevezel. Igen. Tehát meg nevezel, akkor más se hiszi el. Igen, meg akkor más se hiszi el. Úgyhogy
örültem, de mindig, és hát nyilván megtanított ez a szakma az elmúlt 8-10 évben, hogy nagyon visszafogottan, és tényleg szelíden kell ezt kezelni, mert ahogy jön egy lehetőség, ugyanúgy be is csukódhat az az ajtó. Mint ahogy mondtam is, hogy ez a producer, most a nagyobb producer, lehet, hogy elolvassa és tetszik neki, és elindul valami, és az is lehet, hogy azt mondja, hogy ez most minket nem érdekel. Igen, ezt most köszönjük, majd így van. Valamikor értesítjük. Küldjön egy e-mailt, aztán majd válaszolunk. De hát te ugye filmet is rendezel. Igen. A 129 a címe, ami érkezik. Igen, ami majd érkezik, de nekem az jutott eszembe, ilyen furcsán vagyok bekötve, hogy az ember ír egy forgatókönyvet, mint a saját gyerekét fölöltöztette, fölnevelte, és úgy az én fejemben civilként az van, hogy azt úgy elengedem, de hát egyébként én is meg tudnám rendezni. Nincs benned ilyenkor az érzés, hogy elvitték a gyereket, aztán, hogy mit raknak rá farsankor, az már... Én azt gondolom, hogy egy szerencsés helyzetbe kerültem, mert én grafomán vagyok, ez régen pejoratív volt, aztán jött Agatha Christie, akiről kiderült, hogy 30 nap alatt megírt egy regényt. Én 12 és 15 nap alatt megírok egy mozifilmet. Egyébként James Cameron az Avatart is 14 nap alatt írta, tehát hogy ezt csak azért mondom, hogy nem kell megírni, és nem kell azt gondolni, hogy akkor valaki rosszul ír. A szekrényt is egyébként én 2 hét alatt írtam. Aztán van, hogy még csiszolja az ember természetesen, mert még észrevesz valamit, hogy egy jelenet nincs rendben, de azt gondolom, hogy körülbelül egy 92-95%-os szkriptet teszek le. Úgyhogy én most itt eltévedtem, nem fogok hazudni. Mi volt a kérdés? Nem. Az volt a kérdés, hogy amikor az ember ugye megír egy ilyet. Ja, igen. És hogy igazából én is el tudnám rendezni. Igen, és itt értem rá a grafománságra, igen, hogy nekem 24 feature film scriptem van most, és gyakorlatilag itthon én 24 évig rendezhetnék. Tehát, hogyha a filmintézet minden évben kiválasztaná egy szkriptemet, én 24 évig rendezhetnék, aminek nincs esélye. Persze. Itthon, azért, mert hát más tehetségek is vannak, és ez így van rendben. Tehát, hogy én nem tudok úgy ülni, hogy attól félve, hogy jaj, mi van, ha kint megveszik kilóra, és azért mondom ilyen csúnyán, mert egészen más a kinti jog, tehát tényleg kilóra megveszik a forgatókönyvedet, és akkor akár nincsen beleszólásod már abban, hogy hogyan írják át. Ugyanakkor, ha nagyon erősnek tartják... Várjál, csak mert hogy ez nekem érdekes, mert neked természetes. Magyarán szólva, hogy elkészítesz egy forgatókönyvet, azt mondja egy producer, vagy egy stúdió, vagy mindkettő együtt, hogy oké, ebből akarunk csinálni egy filmet, és azt mondják, hogy hát akkor jó, akkor ezért adunk egy zsák magyarót, és innentől kezdve ez a papír, és akarjuk, akkor átírjuk a neveket, a helyszínt, a valamit, de magát volt lesz megyek, a főcíme. Ha elteszi a fiókba és 5 év alatt nem csinálja meg, akkor sem történik. Tehát magyarul, hogyha azt mondom, hogy ez egy olyan jó film, hogy mi egy hasonlón dolgozunk, és nehogy elinduljon ez a másik, mint ahogy ezt már láttuk a világban, akkor jó, ezt én most megvettem, beraktam a fiókba, tehát még az a felelősséges nincs, hogy ebből csináljon filmet. Nincs. Hát, hogyha ő megvette a jogokat teljesen, és ki van fizetve az adott író, így van, jól mondod, abszolút. Tehát, hogyha ő úgy dönt, hogy hát nem, és nem is feltétlen úgy dönt, lehet, hogy úgy hozza a sors, hogy nem tudják megcsinálni, mert a finanszírozás nem áll össze. Tehát, hogy ezt nem lehet tudni, vagy épp olyan időszak jön, mint most, hogy egy rakásfilm beszorul, és nem tudnak tovább menni. Úgyhogy visszatérve igen a kérdésedre, hogy én nem egy történetem, ráadásul ugye, mint a Black Moish, ami Afrikában nyert, egy rabszolgalány történetet, tehát nem releváns Magyarországnak, nem fogja Magyarországot érdekelni, de ez teljesen rendben van, hát miért érdekelni, nem rólunk szól ez a történet, nem a mi történelmünk annyira, és ezért érthető, hogy én is nyilván külföld felé próbálkozom, tehát nekem nem fáj, hogyha bizonyos történeteket el tudok adni, sőt, tehát mivel én gyors író vagyok, ha lehet ezt így mondani, sok történettel, az én mesém szerintem úgy tud folytatódni szépen, hogy itthon is csinálok filmeket, és igenis el tudok adni forgatókönyveket külföldön. Említetted a fa meg a fa tetejét, meg a onnan körül, hiszen ott már nincsen semmi. Most te hol tartasz a fának? Hát én szerintem a törzsénél, és így látom az ágakat. Tehát, hogy megtörténtek azok a visszajelzések, mert hát nagy félelemmel indulsz neki egy-egy versenynek, tehát ugye én 2019-ben kezdtem ezt el, és 18 díjam és eredményem lett azóta, és ugye most ez a két első hely, de amikor ezt elkezded, akkor csak egy dolog, vagy legalábbis bennem csak egy dolog volt, hogy mi van, ha az derül ki, hogy én nem vagyok elég jó.
hogy az én, mert én nyilván egy fordítóval dolgozom, Roachnál Zsuzsi egyébként, nagyon-nagyon tehetséges fordító és színésznő, és tényleg ott van benned az, hogy itt most kiderül, hogy te az élvonalban vagy-e, vagy nem. És akkor, amikor jött először az, hogy top 50-be került két szkriptem, ott is pont a szekrény volt az egyik, a Cinecast Screenwriting Competition-en, Amerika top 10 forgatókönyvíró versenyének egyike, akkor így ledöbbentem, hogy úristen, top 50-be, több ezerből kettő szkriptel, és ilyen nagyon hihetetlen érzés volt, és onnan jutott aztán ugye a döntőbe a szekrény legelőször, de ezekben csak reménykedsz, és így nem lehet tudni, hogy te tényleg elég jó vagy, illetve itt bejön az a szegmens is, hogy mi magyarok tudunk-e annyira jól fordítani, tehát hogy tud az angolunk annyira jól lenni, hogy az kint ne essen le és ne fájjon nekik, amikor olvassák. Ezért mondtam, hogy angol nyelv, hogy nézők is értsék, hogy itt még van egy újabb feladat, nem elég, hogy megfogalmazódik ez a fejedbe, utána nekem még sok-sok lépcső, ami egyáltalán a papír elkészül, és akkor még nem vagyunk sehol. Mi van a fa tetején most a te fejedben? Tehát mikor mondod azt, hogy ott vagyok a fa tetején? Én abban a reményben élek, hogy mint itthon is, és végre ez megtörtént, hogy a filmintézet is behívott tárgyalni. Én azt gondolom, hogy annál szomorúbb története nem lehet embereknek, és tök mindegy, hogy én író vagyok, vagy tanár, vagy sportoló, vagy bármit csinálok, hogyha az országomban nem tudok abból megélni, amiből mondjuk kiderül, hogy tényleg tehetséges vagyok, vagy. Mert hiszen a versenyek most már ezt mondják, és annál szomorúbb szerintem nem lenne, mint hogy abból nem tudsz megélni. Értem, hiába minden, nincs családod, nem tudsz számlákat fizetni, és akkor mit tudok csinálni? Tehát, hogy én ebbe 20 évemet tettem ebbe bele, tehát ez nem, nagyon nem kevés idő. Tehát azok, akik most mondjuk azt látják, hogy a Péternek jöttek ezek a sikerek, és ezek milyen szuperek, azok nem látják azt, hogy én 8 évig nem tudtam menni nyaralni, mert nem volt pénzem. Tehát nem látják azt, hogy a szüleink meghaltak 23 nap alatt, közben a forgatások alatt, a 129 forgatásai alatt, hogy ezeket a traumákat föl kellett dolgozni, továbbvinni, és ebből ugyanúgy építkezni. Tehát hogy, mint ahogy gondolom nálad is, és mindenkinél, a siker, mint puttony, az mindig ott tartalmazza a sok-sok kudarcot, a sok-sok sikertelenséget vagy visszautasítást, és abból kell tudni tovább menni. Úgyhogy én azt remélem, egyetlen reményem van, hogyha igaz, hogy én tényleg jó író lettem, akkor én ebből meg tudok úgy élni. És most láttam a Palmer című filmet, Justin Timberlake a főszereplő, kiválóan játszik, és ültem, és arra gondoltam, hogy ez a film egy csoda. És ez fogalmazódott meg bennem, hogy olyan filmeket akarok készíteni, és ez lehet vígjáték, lehet ez romantikus, amire azt mondhatjuk, hogy csoda. Én szerintem ott kezdődik a jó dolog, hogy csodákat teremtünk, úgyhogy amikor én odaérek a fa tetejére, akkor legyen családom, gyerekeim, szerelem, és csak csinálhassam azt, amiben én jó vagyok, a lehető legkevesebb hibával. Úgy kezdtük a beszélgetés elején, hogy álomgyáros. Igen. Utána most már jöttünk, hogy az álmok azok csoda nélkül úgysem érnek semmit. És ez szerintem rendes keretet hozott hozzá. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és kérlek, hogy a tévés a magam nevével fogadd el ezt a kis plakettet, a hétemberét. Ez egy apró visszajelzés. No, nem valamelyik világhírű stúdiótól, de a szeretet legalább akkora. Hát így kezdődik minden. És abban nem kívánok kéz- és lábtörés, de szeretnék úgy ülni a moziban, hogy tudjam, hogy te vagy a felelős azért, amit ott nézek, és akkor ez nagyjából jó lesz. A 129 hamarosan jön, hát hogyha nyitnak a mozik, akkor remélhetőleg ősszel, és akkor ott találkozunk. Így van. Okay. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Hölgyeim és uraim, mi nem sokára folytatjuk. Ez továbbra is a hétember, Gergics Dániel, szervusz, üdvözöllek.
azt mondta, hogy kommunikáció szakértő vagy, de hát leginkább már-már párkapcsolati terapeuta is. Legalábbis azon sajtóanyag alapján, amilyen felfigyeltem rád, mely szerint éppen kielemezted, hogy akkor az elmúlt Valentin nap kapcsán hogyan viseljünk mi férfiak, meg nők ez az egész ünnephez. Szia, és köszöntöm a nézőket sok szeretettel. Ez egy érdekes dolog, mert ugye most ezzel kapcsolatban megkérdeztek engem, és ezt elég sok helyen lehozták ezt a cikket. Én ugye mindig mindent kommunikációs szempontból vizsgálok, most legyen szó párkapcsolatról, baráti kapcsolatról, munkakapcsolatról, önmagunkról. Én mindig próbálom azt megvizsgálni és azt fejleszteni, hogy kommunikációs szinten hogyan lehet javítani önmagunkon. És hát most a Valentina pont kapóra jött ebből a szempontból, és azért nem szeretném megkapni ezt a párkapcsolati bélyeget, de úgy néz ki, akkor nem, most... Nem akarom ráragasztani, ezért rögtön tovább is szaladunk. Mi a kommunikációnak a legfontosabb alapelve szerinted? Én úgy gondolom, hogy ugye most az, amit az iskolában vagy egyetemen tanulunk arról, hogy kommunikáció, ugye, hogy információcsere, és ugye sorolhatnánk ezeket a leírt dolgokat, annál sokkal több a kommunikáció. Én mindig magamból indulok ki elsősorban, tehát hogyha önmagunkkal nem vagyunk rendben, és önmagunkkal nem tudunk hatékonyan kommunikálni, akkor a külvilág... Ez hitelesség, őszinteség? Igen, tehát és ez, ugye ez tudja növelni az önbizalmunkat, a magabiztosságunkat, és ugye az, ahogyan sugárzunk kifele. Biztos vagyok benne, hogy te is tapasztalod, hogy valakire ránézel, és rögtön olyan pozitív érzést tölt el, mert jó a kisugárzása. Valószínűleg nála... Biztos Pakson dolgozik. Igen, lehet. Lehet, de hogy ez a magunkból áradó erő, vagy önbizalom az, ami fontos, és szerintem a kommunikáció az alapja mindennek. Ugye azt mondta, hogy a kommunikáció alapja mindennek, és ugye nem akarod, hogy párkapcsolati terapeutaként vonulj be a történelembe, ezért rögtön virológussá foglak avanzsálni. Itt ebben a Covid időszakban hogyan alakul a kommunikáció saját magunkkal, a világgal, a világ és köztünk, köztünk és a világ között? Hát itt aztán mi a helyzet? Hát az, hogy ilyenkor meg kell nézni azt, hogy melyek azok a körülmények, amelyekre hatással tudunk lenni, és melyek azok a körülmények, amelyekre nem tudunk hatással lenni. De ezt hogy tudjuk feldolgozni? Én nem tudok hatással lenni arra, hogy egyébként körülöttünk tombol egy vírus, mert egy ilyen láthatatlan kis gömbőc, az hazavágott mindent. Ugye ezáltal hazavágta az emberi kapcsolatok nagy részét, más minőségbe került, bárki bármit mondna, jó dolog, hogy az interneten és a telefon között lehet tartani kapcsolatot, de a személyes kapcsolat szerintem ilyen szempontból fontosabb. Közben folyamatosan kommunikál velem a virág, mert ha bekapcsolom a tévét, rádiót, internetet, esetleg még olyan elvetemült vagyok, hogy újságot olvasok, akkor ott percenként kapok egy rémhírt, ami arról szól, hogy akkor jött az újabb mutáns, meg a mutáns mutánsa, meg a mutáns mutánsának a mutánsa, és egyébként nem tudom, hol Tinguttuban ott nem is volt alap, mert az egész borzalmas, máshol meg éppen hirtelen kiderült, hogy elromlott a hűtő, és oda veszett 3 millió vakcina, mert nincs elég tű. Aztán jön egy következő hír, ami azt mondja, az egész mehet a túróval, jött valami bogyó, na ezt kell beszedni. És akkor ott állok én, hogy akkor most mit mondjak a családnak, mit mondjak a közeli hozzátartozóknak, mit mondjak azoknak, akiknél esetleg számolok, és akkor jön egy kommunikációs szakértő, aki eddig párterapeuta volt, most akkor mint virológus szakértő. Most akkor mi van? Hát te döntöd el, hogy mit hallgatsz, mit olvasol el, és milyen hírekre figyelsz oda. Tudom, hogy nehéz kizárni, mert hogy mindenhonnan ez folyik, de mi döntjük el azt, hogy melyek azok az információk, amelyeket hajlandóak vagyunk beengedni, vagy be akarunk engedni. A kérdés ilyenkor, Nem kapcsolat, nem csináltad ezt, hogy elindul mondjuk a híradó, meg kíváncsi vagy azért a világra, és akkor fölvetődik a vírus, akkor így csak és amikor persze, látod, hogy nem. Jó, persze, hogy nem tehetsz, de most itt beszélhetünk arról is, hogy az online hogy olvasol, mit olvasol, hol olvasol. Persze, én értem. Nem egyszerű, nagyon nehéz ez a... Tessék, hogy tudunk szelektálni? Hogy tudunk szelektálni? Igen. Hogy mi alapján szelektáljunk? Olyan alapján, hogy mi az, ami érdekel minket, mi az, amit arról akarunk tudni. Na most attól se nem jobb, se nem rosszabb nem lesz a helyzet a világban, hogy megnézzük ezeket a rémhírterjesztéseket, vagy rémhíreket, hogy hol mi történt. Nem hol is biztos, hogy rémhírterjesztés. Persze, csak mi úgy fordítjuk le. Igen. Tehát itt ugye mindig az a kérdés, hogy mondanak nekünk valamit, teljesen mindegy, hogy mit, számunkra az mit jelent. És a mi szótárunkban hogyan fordítjuk le azokat a mondatokat, vagy azokat a híreket. Rögtön összerezzenünk és megijedünk tőle, vagy azt mondom, jó, ma ez történt. Tehát biztos emlékszem még az elején, amikor ugye folyamatosan napi szinten voltak a
kormányinfók, meg napi szinten jelentették, hogy hol mi van, mindenki ült a tévé előtt napi szinten, jó, nézzük, ma mi történik. Már annyira megszokták, hogy ezt már nem is nagyon nézik az emberek, hogyha azokat a nézettségi adatokat nézzük, mert akkor még új volt, már megszoktuk, jaj, most megint ennyi, ez történt, megint az történt, mondanak valami újat, nem mondtak semmi újat. Tehát, hogy már úgy hozzászoktunk ehhez a dologhoz az elmúlt egy évben. És ahhoz hozzá lehet szokni, hogy úgymond a családbaráti, társas, szociális kommunikáció az szerintem rendesen leredukálódott. Igen, de én azt látom, hogy például az online világban, ugye itt most az online oktatásról is beszélve, vagy online szülői értekezlet, hát pont mondtam a feleségemnek, hogy milyen jó lenne, hogyha innentől kezdve mindig online lenne a szülői értekezlet, mert nem ott kell végigülni kényelmetlenül azt a másfél-két órát, hanem közben még főzünk egy kávét, el vagyunk, és megnézzük, mint egy tévéműsort körülbelül, mert hogy semmi nem tart vissza abban, hogy most azt meghallgassuk otthon. Tehát ez például egy pozitívuma szerintem, és hatékonysági szempontból sokkal jobb. Nagyon sok minden hatékonyabb lett szerintem most ettől az időszaktól, ha már a pozitív dolgokat próbáljuk nézni, mert azért hozott, vagy volt pozitív hozadéka is ennek az egésznek, annak ellenére, hogy azért szörnyű ez a dolog. Azt mondod, hogy volt pozitív dolga is az egésznek, és mondod, hogy tök jó, hogy online szülői értekezlet. Mit kezdjünk az online szülőkkel? Hogy érted a kérdést? Hát oly módon, hogy ugye nagyon sokan, így én magam is, ugye védeni szeretném a szüleimet, tehát a személyes kapcsolatok azok jelentősen csökkentek, mondhatni kerítés, ablak és az online megszólások lehetősége. És ez látszik, hogy nem is nálunk elsősorban, mert mi még valamennyiben fiatalabbak vagyunk, hanem pont az idősebb generációnál ez sokkal nehezebb. Nem a technikai eszköz hiánytalansága, hanem az érintés, a társas kapcsolatoknak e fajta összefüggése ez. Én úgy tekintek erre, hogy ez nem egy állandó dolog. Ugye ez egy állomás az életünkben, amit át kell vészelni. És tudjuk, hogy ma valamikor vége lesz, nem tudjuk, hogy mikor, de bízunk benne, hogy hamarosan. És bízunk benne, hogy hamarosan visszaáll a rend a régi kerékvágásba. Hogyha most 15-20 év múlva visszagondolunk erre az időszakra, akkor azt fogjuk mondani, hogy hups, így eltelt. És hogyha őszinte akarok lenni, nagyon gyorsan eltelt, legalábbis nekem ez az egy év. Azért, mert fiatal vagy. Ezt olyan sokan hajlamosak elfelejteni, hogy egyébként egy idős ember számára a hátralévő életének például ez egy 20-25-10% ami így bezárva házi őrizetben. Elhiszem, ez, igen. Ez egy egészen más. De pont, hogy akkor a fiatalabbak tudják ezt valahogyan kényelmesebbé tenni. Mi például, amikor nyáron volt a gyerekeknek szülinap, akkor streameltük a nagyinak, még a szüleimnek is a szülinapi bulit. És akkor úgy csináltunk egy jó kis ilyen tévéműsort neki, táncoltak a gyerekek, énekeltek meg minden, és akkor jól érezte magát a nagymamám. Tehát, hogy mondom, meg kell találni benne, hogy lehet a maximumot kihozni a dolgokból. Azzal kezdtük a beszélgetés elején, hogy mi a jó kommunikáció alapja vagy titka, és akkor beszéltünk arról, hogy őszinteség meg valami fajta hitelesség kérdése. Azt hiszem, hogy ez hozzájön még egy dolog, hogy valóban ebben az időszakban meg kell tanulnunk, hogy a pohár az félig tele van. Így van. Mert különben elsodor minket az élet. Különben magunkkal tolunk ki. Én nagyon szépen szeretném megköszönni, hogy eljöttél, és hogyha elfogadod, akkor a tévé meg a magam nevébe adnék egy kis pakettet, mint a hétemben. Köszönöm. Nem mint társkapcsolati terapeuta, hanem olyannal, aki a kommunikációval foglalkozva próbálja valóban elhitetni velünk, hogy a pohár az tényleg félig tele van. Nagyon szépen mindenki köszönöm. Mindenki így álljon hozzá. Hölgyeim és uraim, önöknek is köszönöm a figyelmet. Ne feledjék, a hétemberére önök tehetnek javaslatot, ki vagy kik legyenek a hétemberei, mi meghívjuk őket ide a stúdióba. Én beszélgetek velük, aztán reméljük, hogy nem sokára személyesen is fogunk találkozni sokukkal, ahogy minél több lesz az oltás, minél több az beoltott, és előbb-utóbb felszabadulunk attól, hogy csak így kamerán keresztül tudjunk akár családdal, akár mással beszélgetni. Viszont látásra egy hét múlva találkozunk.